Benedetto Csokoládé Szaszt, gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos 30 szimulátor 19 milliárd euró kívásos videós sorozat a következő részébe, és elnézéseteket kérem, hogy egy ilyen 1-2 napig nem volt videó, jó, mondjuk az lehet, hogy inkább 3-4-nek mondható. Annyi dolgom volt, hogy egyszerűen nem tudtam foglalkozni a videókkal, mármint egy ilyen való életbeli dolgok, és tényleg bocsánatot kérek ezért, a hétvége is nagyon elhavazott volt, meg így az első napok, így a héten, de most már mindenképpen veretjük tovább, és természetesen Farming Simulator 22 videók is fognak érkezni, ez itt nagyon érdekel egyébként, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Itt mi van kitáblázva? Egy csomó minden van, amit nem is nagyon ért a Keeper. Na, figyeljetek srácok, ezt a tailings-t el kellene adni, ugye? Ezzel a vonattal el tudjuk vinni, ugye rájöttünk az utolsó részbe, amivel marha gyorsan így akkor meg tudnám csinálni a dolgot. Nem tudom mennyi fér egy kocsiba, de hát ebbe bőven beleférne az összes szerintem. Leginkább nem tudom, hogy ezt hogy tudnám megoldani, hogy nem tudnám automatizálni, az lenne a nagyon jó. Várjátok, álljál már meg vonat! Nem tudod ezt gyorsabban fékezni? Ez egy kicsit túllőttünk a célon. Na, meg nem tudom, hogy ez a vonat ez hogy van, hogy elindul-e automatikusan, jó lenne, hogyha nem. Aztán várjátok, jegyezzük meg, hogy az a vonat, amelyik ilyen rohadt hosszú, nekünk arra van szükségünk. És akkor ide szépen beáll a Keeper, és akkor ugye itt be tudnánk öntözni a dolgokat. De arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha összefűznék több... minek nevezik a szállítószalagot, és akkor át tudná a szállítószalag instant innen, ugye, onnan áthordani ide. Nem tudom, hogy ez működne, hogy a szállítószalagotba tudok-e engedni ilyen sílós témából, és ezt tényleg nem tudom. Viszont nem is kellene olyan túl sok szállítószalag, de hát nem tudom, gyerekek. Lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy azt kellene csinálnom inkább, hogy akkor inkább fogom, és kamionnal ugye áthordom. Hát annyira nem kell olyan sokat dolgozni, de végül is az lenne jó, a szállítószalag lenne jó, mert akkor ugye az tök automatizált lenne. Azért az sokkal jobb lenne. Várjátok, nézzük meg, hol vannak a gépeink, meg igazából mi a szituáció. Ja, kombájnunk van, szójabab, oké, nincs is semmi baj, itt van minden rendben. Figyelj, itt van ez a másik kamion. Ezen van a hátsó csatoló, vagy esetleg el tudnék-e vinni egy néhány darab szállítószalagot erre. És ugye nem is kellene olyan, hogy a földről szedjük fel szállítószalag, hanem olyan elég lenne nekem, várjatok gyerekek. A mai részben mindenképpen pénzt fogunk termelni, de egy kicsit átgondolja a Keeper, hogy lehetne ezt... Ez mi volt? Sanyika, mit csináltál? Nyugodjál meg, bazze, de megijesztett a Sándor itt, vakkantott egyetik. Na, ugye ez a nagy, ugye? Ez a nagy. De nem ez a nagy, várja. Nézzük, ez mekkora. Ja, ez ilyen kitolható. Ez kitolható, ez meg a kinyitható. Jaj, de jó nekünk. Szállító, az alkalom fotkocsi megrakodása. Nem tudom, melyiket érdemes lenne. Ez igazából szerintem ez tök jó lenne, nem? És akkor ugye ide engednénk bele. Nem tudom, hogy működne úgy. Hát jó. Mert igazából most ezt megveszek, nem tudom, 3 darab, az elég lenne nekem? Figyeljetek, vegyünk egy 3 darabot, azt meglássuk, hogy mi lesz, jó? Aztán, ha meg nem akkor nagyon rácseszek. 3 darab elég? Szerintem 3 darab elég, nem? Hát, ha nem, akkor nagyon ráfaradtam. Egyébként itt ezt nem tudom összecsatlakoztatni, fölcsatlakoztatni, ilyesmi nincs ezen hátsó csatoló, nem nagyon van mi. Hát akkor ezt úgy kellene egyébként, hogy elviszem őket izével, ezzel a kocsival, hogy ne kelljen őket, mit tudom én, ilyen nagyon hosszan szarakodni azzal, hogy ezeket elhordom. Ezzel ugye tudok közlekedni, bele tudok ülni, és akkor elvileg tudok vele följárni arra a kocsira. Bazzer nem fog fölférni túl sok. Hát lehet, hogy egyébként egy izével, egy paut kocsival kellett volna lehet, hogy azt kellene, hogy össze kéne fűzni őket, össze tudom fűzni őket? Mert akkor az tök jó lenne, hogyha össze tudnám így fűzni őket. És akkor ugye egy traktorra le ugye el tudnám vinni. De nem hiszem el, nem lehet ezeket összefűzni, hallod ember. Nem lehet összefűzni őket. De most akkor mi? Traktorral elhordjam, gyerekek? Valami gyorsal? Lehet, hogy azt kellene mindig tökörészek, nem? Nézzük, milyen izénk, milyen traktorunk van valamelyikkel elég gyorsan meg tudnék fordulni, meg olyan helyen is van, amelyikkel... Hol van a izén nekem? Nekem volt egy kis traktorom. Itt van. Igen, ez hol van? Ja, ez fönn van. Jó, hát ez nem is baj. Na jó, akkor ezzel megindulunk, jó? Mint tavaszvirágok, gyerekek. Annyi, hogy... Nem, ezt is, hogy hagyjuk. De nem akarok sokat tökölni vele, úgyhogy nem, ezt így, jó van. Várjál, jövök ám, mindjárt várjál már. Ezt meg ide lerakom, jó? Ezt az elejéről, hogy akkor maradjon. És ez elég gyors, 43, jó, hát ennél gyorsabban úgyse fogok tudni.
Hát ezt nem tudom, ezt tudja? Ne tudjuk húzni vele? Jó lenne, hogyha el tudnánk, de ne szóljon az egész rész, hogy itt tök alaki ikar, mint az állat. Megpróbálok, megindulok, ugye? És ebben a részben egyébként még azt kellene csinálni, hogy a földeket meg kéne írni alakítani. Hát ebben a részben lehet, hogy nem fog ez megvalósulni. Várjátok, álljál meg, jelen legyél keeper. Hát miért nem ugratod vissza azt nyomvott gépet, nem? Azt akkor nem kellene egy tökön. Igen, Farming Simulator 22 is természetesen lesz, de még most egyelőre, most se tudom, hogy mondjam, hol áll a feje a képernek. Na, nézzük, föl tudjunk ezt csatlakoztatni, de egyébként ezeket szerintem össze lehet csatlakoztatni, csak a képer lehet, hogy egy kicsit hülye hozzá most. Na jó, oké, ezenek így örülünk. Happy-k vagyunk, csak ne, jó lett volna nem egyesével oldali oda, föl a bányához. De szerintem ezeket nem tudom összefűzni. Ez nem az a projekt. De egyébként ott az a felső része, az olyan, mint hogyha oda csatlakozna, látod? Ott az. Megpróbálok beleülni ebbe a másikba. Lehet, hogy úgy kell csatlakoztatni, hogy ebbe kell beleülni, mert ez szerintem összefűzhető, gyerekek. Nem hiszem el, hogy nem. Ott van valami ízai része, hiszen ilyen csatlakozó is. Ne, nézd már meg, hát ez majdnem már össze van csatlakoztató. És nem, látod? És majd, már bazze, ott van, hogy tök olyan, mint hogy ott össze csatlakoz, és nem csatlakozik össze. Úgyhogy ez egy szívás. Na jó, mindegy, akkor hordom fel a bányához, más nem tudok csinálni. Egyesével őket, 40, figyelj, fölörgölök, nem tökölök. Aztán majd valami lesz. Tudom, hogy most ez így hosszúnak tűnik, de ha belegondoljátok abba, hogy ezt mindig fogom használni, és ugye, hogyha én pótkocsival tolatgatok ide, oda, meg minden, akkor ugye elveszi az időt, de hogyha ezt megcsinálom így, akkor ez így folyamatosan tudja majd termelni. Hát remélem, hogy működni fog, rohadtul remélem, de hogyha ez működik, akkor konkrétan nem kell hozzányúlnom. Úgyhogy ennek nagyon tudnék örülni. Egyébként nem értem, hogy miért nem csatlakozik össze. Lemertem volna fogadni, hogy összecsatlakozik, de úgy látszik, jó, hát úgy látszik, hogy nem. Mert igazából ide csatlakozhat valami, látod? Ide. Ez lehet, hogy a másikkal kell volna összecsatlakoztatni, ugye? Lehet, hogy ide tudod volna, jó. Várjál már, a másik fajt az hogy néz ki? Ezt tudja, hogy ez úgy volt, gyerekek, hogy... Itt van ez a csatlakozó, az ment róla valami másiknak a másikjával, nem? Tuti. Jó, mindegy, ezt fölviszem, nem tökörünk. Viszállj ezt megcsinálni. Egyébként valami gyors kocsival lehetett volna ezeket felolvadani, nem? Ja, de ezt csak traktorra tudod, mert mondtátok, hogy ezt az alsó vonó részre tudod csatlakoztatni, máshol nagyon nem. Úgyhogy vonó szemre, mármint ilyen... Minek nevedik azt? Más ilyen vontatási pontra nem tudod felrakni. Na gyerekek, akkor megyünk itt föl. Hát valami jó, gyorsabb jármű lett volna jó ide. A másik kettőt megpróbálom felcívölni majd az izére. Mégiscsak a pótkocsira, mert ezzel így elég egy tökörös az egész. Legalább az egyiket, nem? Igazából még akkor is gyorsabb lennék. De 150-nel fölgangolnék ide. Nem kellene itt 10 éve, 42-vel tök a rész, nem? Mennyire tudja ezt kitolni, gyerekek? Ezt valaki vágja el. Elvileg ezt ugye ki tudod tolni ennek a... Ha jól emlékszem? Hát remélem, hogy jól emlékszem. Akkor nagyon megőrülök mindjárt. Várjál. Igen, ott írja, hogy... Jobbra-balra is, akkor ki tudod tolni. Oké, na az mondjuk jó. És milyen hosszúra? Mert ez tő hosszúra ki tudod csapni. Remélem, hogy elég lesz. Gyerekek, ilyen vakon vezetek, azt már tudom az utat, mi? Na, remélem, hogy elég lesz, és igazából meg tudjuk nézni akkor, hogy már bele tudja engedni ebbe. Mármint, hogy el tudom-e indítani a folyamatot, vagy pedig kell egy átrakókocsi, vagy valami hasonló. Erre például kíváncsi vagyok. Működési szög megváltoztatása. És ez mi az, hogy működési szög? 50 Z-vel át tudod állítani. 15-20 százalék, 25-szer, 30-35, 45 egyenes.
Na, mindjárt beállok el alá, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Nem is tudom, hogy hány kell. Ugye, hát mindig nyitni kell majd egy utat, amikor majd hordok valamit, de legalább... Várjátok, mögötte nem tudok elférni, nem. Úgyhogy mindig nyitni kell egy utat, de hát ugye egy ilyen átfejtésnél ez azért eléggé hasznos tud lenni. Na, mindjárt meglátjuk, nem srácok, mert annyit csinálunk, hogy ebből kiugrunk, aztán akkor megyünk ezzel, és oda be is állunk. És akkor megnézzük, hogy itt tudok én egy R-et nyomni. Kirakás itt. Oké. Okay. Erre vagyok kíváncsi, hogy én tudok-e... Igen! Tudok erre nyomni, gyerekek! Ami nagyon király, és akkor meg tudom csinálni ezzel azt a dolgot. Hát kettő nem elég, amint látjuk, ugye? Kettő nem elég, három azért nagyon kell. Mármint összesen három. Tehát akkor annyit csináljuk, most megpróbálom azt a időt. Megpróbálom én fölcülni erre a kamionra. Mert azon mégiscsak gyorsabban ideérnék, és akkor azért eléggé hasznos dolog lenne ez. Az a baj, eléggé alapos az egész, szóval azért lehet itt szívni szerintem. Azzal, hogy ezzel ugye fel tudok egyáltalán menni, hanem akkor gyerekek felszórjuk idejével, jó? Lumberjack-kel, figyeljetek, használok Lumberjack-et, figyeljetek, azt is csinálom, hogy felszólom ezt Lumberjack-kel. Kettő darabot, aztán akkor valahogy megoldjuk, megpróbálunk elmenni oda. Így beleültetjük ide az egyiket, a másikat meg valahogy befűzzük alá, de lehet, hogy akkor azt kellene csinálni inkább, hogy ezt beforgatom ide, és a másikat azt meg rárakom ilyen fejsréget. Akkor igazából már oda is mehetnék a kamionnal, és akkor elviszük, és akkor összerakjuk őket, azt megnézzük, akkor betermeljük a vonatba a 400 000 liter ezt a tailingset, vagy mi a tököm a neve. Oké. Jó, hát ezt ugye most megcsináljuk így, gyerekek. Figyeljetek, hátrafelé a kettő izé között ki is lehetne tolni, hogyha úgy van. Így gondolta a keeper, látod? Hármat is elvihettem orányi erővel, hogyha fölrakom idejével Lumberjack-kel. Ugye Lumberjack mód, aki kérdezné ennek a nevét, mert azért mindig van, amikor kérdezi valaki, úgyhogy azért mondogatom, mert így ismétlen magam néha tudom, de az anyád úristen. Ezt figyelj, ez valahogy nem így kellett volna, hanem azt kellett volna előre először berakni. Ezt figyelj, mondjuk ezt meg kitoltam, ameddig akarom, nem? Hát hiszen nem muszáj nekem ennek itt lennie. Egyébként Sanyi nem tudom, mit csinál, mit ugat néha itt a szobában. Most nem történik semmi, vagy nincs senki, de azt néha így vakkangat a kutya. Na hát azért már nem hiszem, mert Lumberjack-kel se tudom normálisan fölpakolni, meg őrülök. Na jó, ez szerintem azért így epic. Epic jó lett, gyerekek, küldjük neki, figyelj, nyomok egy izét. Fordulhat, az felső úton megyünk a kamion, de azzal ugye nem kell spórolni ezzel, hogy így azért itt inognak a dolgok. Na, gyerekek, futószalag rendszert kiépíti a keeper, egyszer kell kiépíteni, és ezt akkor utána aranybányászat olyan szinten be tud indulni, mert az a baj, ugye a tailings-szel nem tudtunk eddig mit kezdeni, és amiatt ugye megállt maga a folyamat, de így meg azt folyamatosan el tudjuk adni, és nagyon jó áron, és így ez meg ide lesúszott. Így a melléktermékkel tudok keresni nagyon sok pénzt, konkrétan nem csak a magával az aranyjal, hanem ugye a melléktermékével, azzal a meddő földdel is tudok, vagy nem tudom, milyen kavicsos akármivel, azzal is tudok pénzt keresni, ami azért elég hasznos lesz. Gyerekek, ezeket ti hogy szoktátok szállítani, hogyha többet akartok így a map másik felére, ilyen, így megőrültök vele, vagy mi? Mert a keeper az igen, az kezd megőrülni, és megint le fog esni, mert megint szabóra tudtam figyelni. Na, menjünk torony iránt, azt valami lesz, nem? Csapjuk neki. Ez a futószalag rendszert, ezt nagyon nem szoktam használni, pedig aztán rohadt hasznos tud lenni, mert ilyen konkrétan végtelen távolságra is tudsz instant elteleportálni dolgokat. Nem kell neked azzal vinkódnod, hogy ugye elszállíts, hanem így ugye magát nem hiszed el, megint lefordult róla, és ez meg jön. Ide utálom, komolyan mondom. Ez egy őrület. Gyerekek, mit szenvedek én ezzel, hallod? Imádom, komolyan. Nehogy jól érezd magad, érted, hogy sikerül végre odaérned. Ezt hogy szoktátok szállítani? Ugyanígy, mint az elsőt, mi amit vitte, hogy húzzátok végig a határba. De egyébként ez nagyon jó, hogy pont a bolt az a legtávolabb ponton van, így ahhoz képest, mint ahova akarjuk ezt szállítani. És ez meg nem megy le most oda jól.
Nem tudom most hogyan. Hát ez kizárt dolog, mert nem tudom. Na. Egyébként úgy néz ki ez a futószalag, mint egy ilyen drag gép, nem? Jó sorítás. Megint fordítva rakom. De végén még így fordítva jó. Na. Hát itt érjek már arra, mert megőrül meg gyereke. Ez ilyen nagyon realisztikus szállítási mód, de egyébként az, ugye ez a sorozat ez nem arról szól. Meg gondolom nem azt akarjátok végignézni itt a 3 órán keresztül, hogy én itt elcűrölöm ezt a cuccot. És megint le fog esni, mert kanyar van. Nem szabad, hogy fenne venném a kanyart, lehet, hogy nem esne. Ne essél le! Dezső! Jó, vagy ott rohadjál meg akkor. Komolyan mondom. Ezeket a nagy böszve szállító szalagokat, miért nem lehet összefűzni? A másikkal biztos össze lehet fűzni, ugye gyerekek? Biztos vagyok benne, hallod? Még kicsit ilyen Minecraft izére emlékeztet már ez ilyen Creative Mode-ra, nem? Creative Mode. Tudjátok, mire emlékeztet? Van az a izé, az a Factory-s játék, tudjátok, amikor ilyen izét tudsz csinálni. Minek nevedik? Ilyen gyárat tudsz csinálni. Na, gyerekek, merre kell egy kicsit arra el kell irányozni, arra. Elmegyünk arra egy picit. De ezt tudja, hogy nem lehet egyébként összefűzni mással. Abban biztos vagyok, srácok. De merre, hogy kell kitolni? Aha. Ezt nem tudom, vagy mi a másikkal nem, mert mint ezzel nem tudod összefűzni, a másikkal egyébként gondolom össze lehet, az a két fajta az így összefűzhető, de ez a két fajta, mármint ez az egy fajta, ez nem fűzhető össze saját magával. Ebben biztosak vagyunk. Na, jó. Figyeljetek, egyébként, hogyha ilyen nagyon magasra emelném, akkor ugye lehet, hogy át is tudnék menni alatta, és akkor nem kellene azzal vinkódnom, hogy, érted? Vágod? Vágod csótány, mire gondolok? Akkor nem kellene azzal szenvedni a Keepernek, hogy mindig odébb áll, hanem akkor el tudnék menni alatta, úgyhogy az jó lenne. Na, erre kíváncsi leszek, hogy ez fog-e működni. Lehet, hogy egy kicsit túl bonyolítja a Keeper, de maga szerintem a koncepció nem rossz. A vonat meg már nincs itt. Mi? Vagy mi van? A vonat egyébként az miért indul el néha, vagy pedig én gondolom úgy, hogy elindul? Jó, egy kicsit túl sok kávét ittam, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit túl pörög a Keeper, de próbálkozik itt a lehetetlenne. Na, és akkor ezt meg úgy kellene lerakni, ugye, hogy szépen bele süttyanjon az előző. Figyeljetek, ha beleülök, szerintem akkor jobban látom, ugye? Uh-huh. Jó gondolt a képere. Jó, akkor itt igazából már nem is nagyon kellene nekem azzal foglalkoznom, hogy azt kitoljam. Úgyhogy pont nem ér el 2-3, az meg már majdnem sok. Na, figyeljetek, az a lényeg, hogy essen bele, ugye? Meg akkor ott is legyen, jó legyen, minden jó legyen. Az irányítása egyébként marha jó, mert ilyen egy darab bolygókerék van itt hátul, azt mint a bevásárlókocsit tudod irányítani. Na, szerintem ez itt tökéletes, lehet, hogy egy kicsit hátrébb, így. Várjál van. Így valahogy nem. Itt biztos jó. Na, mindjárt kipróbáljuk, megnézzük, hogy akkor ez működni fog. Ez szerintem el is félek alatta, úgyhogy ez tök jó lenne. És akkor meg kell néznem a vonatomat. Aha, ez itt áll. Ó, ez is áll. Jó, oké. Na nézzük meg, hogy akkor ez így működni fog-e. Oda nézzetek, srácok, hát ez tök jó. Na, itt egy kicsit van ilyen kovalkád most. Remélem, hogy jó lesz. Imádkozzunk. Akkor indítás. Oké, ebből folyik, igen. Ebből folyik, igen. Igen. Igen, nem. 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 De? Oda nézzél, testvérem! Oda nézzél! Oda nézzél! Hoppá, hoppá! Megy végig, jön végig. És ez, belegondolsz, hogy sokkal jobb megoldás, mert hogyha itt 10 éven csinálnád, ugye pótkocsival hordanád, akkor az meg ilyen tök ilyen lassú lenne. És itt akkor mi van? Várjál. Ne szálljál bele. Bazán ember nem száll be, csak 10 éven. Tabbal. És akkor igen, itt ez meg ugye ide kerül be. Miért ezen kétszer? Mi a szar van? Why? Annyi! Na, itt a francba mi történt? Miért csak 1200 liter került ide bele?
folyik az rendesen, nem? Mindig folyik. És akkor mi? Ennyi? Ja, lehet, hogy ennyi idő alatt ennyi került be, és akkor ilyenkor most izélném frissít. Nem tudsz beleülni a vonatba, beszarsz idővel. Elve. Miért nulla? Ha? Ez vaj nulla, gyerek? Ez miért nulla? Ha? Ez miért nulla egyszer folyik bele? Hm? Ezt is mondja meg valaki, már megőrülök. Folyamatosan folyik, figyeld. Hova tűnik? És ez valami vicc? Figyeld. Nem fogy! Hey! Valami nem stimmel. Valami nem stimmel, nem fogy. Itt lehet valami gebasznál, nem itt. Nem, hát jó volt. Most meg már nem jó. Most meg megakadt a folyamat. De... ezt nem értem. Most fogy, fogy, fogy. Igen, de csak addig fogy, hogy megtellenek ezek a szarok. Lehet, hogy az utolsónál meg kell nyomnom egy űrítés, nem? Nem jó az, nem? Most nincsen fölötte. De, oké. És akkor itt meg lehet, hogy kell nyomnom egy űrítést. Kirakás, itt van csak. Bazza, beszarok neki, komolyan mondom. És elhervad. Övkinyitása. Mi a szar az az övkinyitása? De figyelj, kirakás itt, az meg nem jó, mert akkor meg ide pupolja, tudod. Nem rak, nem tudja oda bele rakni. Nem jó, bazd, nem jó. Csak annyi megy ki, ugye, amennyi megtelenek a szalagok. Ez előbb jobb volt. Most miért nem jó? Töltés megkezdés, nyomjad neki, Sanyi. Srácok, ezt most valahogy abszolút nem értem. Itt ez tök jó, szerintem. Miért nem rakja ki? Na most jó, figyeld. Most jó, de van megint elapolt. Indítás. Nyomjad neki. Lehet, hogy nem volt jobb állítva. Most. De megint elap... miért áll meg? Most csinálja folyamatosan, ugye? Rakja. És meg kell nézni a számlálót. Jó, most jó. Most pörög a számláló. Oké, gyerekek. Nem, megállt megint, nem hiszed el. Miért áll meg? Ez most miért áll meg? Nem, most meg... de most mi a franc történik? Ezt nem értem. Egyből megáll. Jó, indítás. Indítás. Nem, ez miért csinálja a gyerek? Ezt valaki magyarázza meg. Hát csak jó helyen állok, hát akkor nem rakná egybe, érted? Jó, hát akkor ezt most befélelhetjük, most összevettük ezt az egészet. De itt is mindenhol kirakja, érted? És van 11 ezer liter, de hát ez ilyen annyira nyögvenyelős így. Ez semmi értelme nem lesz így, srácok. Pedig annyira tök jó az egész. De mi miért nem? Ez miért nem? Miért áll le mindig? Látod? Ennyit kivesz, és leáll. És nem nyomok semmit. Munkaerő felvétel, az mi?
Ó, te fiú, most meg izé van, el akar menni valahova. Most be is kevert a csávó. Miben mászott. De jó. Mindig megáll. És az étcsaj nagyon értem. Jó, hát ezt jól elcsesztük. Egyébként még egy dologra gondolok, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, de most meg már nagyon ideges vagyok. Az a baj, hogy na az a lényeg, hogy nyomok egy R-et, indítom, és megáll. Kijön belőle egy kevés, megáll. Pedig össze van fűzve, jól működik. Minden, ugye? Nem tudom miért áll meg, tök hülyeség, most ez tök szar, most ez egy nagyon rácseszte, de most meg megy. Ja, csak mert addig, amíg ugye lemegy a futószalagról. Nem, most meg megy. Ja, addig, amíg nem megy a futószalagról egész. Érdekes, hogy az animációja úgy mutatja még mindig, hogy jön, 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 és de nem jön, ugye? Látod? Azonnal megáll mindig. Ezt egyféleképpen lehetne megcsinálni, hogy jó legyen, hogyha ide rakok egy átrakó kocsit, és akkor az átrakó kocsi betöltünk, és akkor onnan rakjuk ki. Ó, gyerekek, ez nagyon-nagyon nem örülök ennek, mert emiatt most így egy eléggé felesleges dolgot csináltunk meg. Pedig amúgy meg tök jól működne az egész, úgyhogy ez szívás. De egyébként nem akarom feladni, úgyhogy nem lesz feladva. Ne aggódjatok, mert mindjárt ki fogok találni valamit, hozok egy átrakókocsit. Csak attól félek, az átrakókocsi csöve, hogy az jó lesz-e nekünk. Na már jöttök itt, ezt majd megtöltjük, meg akkor ezt is csináljuk közben. Igen, nem jó, nem jó, nem jó az egész folyamat. Ugye hiába mutatja ez, nem fogy belőle, nem rakja ki. Még mindig benn van a 400 ezer liter. Ebbe nem tudja beleüríteni úgy, hogy folyamatosan ürítse. Nyomok egy R-et, hogy indítás, és akkor kijön belőle egy kevés. Szerintem annyi, ami maga a kapacitása a szállítószalagnak, és több egyszerűen nem jön ki belőle. Úgyhogy annyi jön ki belőle. De hogyha lenne itt egy átrakókocsi, akkor az úgy jobban működne. De ugye átrakókocsival se jó, mert ott is folyamatosan kellene akkor kapcsolgatni. Hát mindenképp egy nagy átrakókocsi kellene. Á, gyerekek, ez nem egyszerű, de hát figyeljetek. Valamiért, vagy valahogy ezt meg kellett visszaállítás. Az a baj, hogyha átrakókocsit használok, akkor meg kell egy traktor előtte, nem? Úgyhogy ez így egyre bonyolultabb és egyre nagyobb szívás. És nem is biztos, hogy átrakókocsit be fogok tudni rakni. Mindjárt megnézzük. Ugye egy az, hogy egy nagy átrakókocsi kellene. És ami mindent is visz. Hát ami mindent is visz, az nem más, mint... Gyerek, ez nagyon szar. Ez nem férne be oda, mi? Pedig ezzel azért lehetne mókolni. Ez mennyi? 185 ezer liter. Úristen, de kár lenne, hogyha ne... vagy de kár, hogy nem fér be oda. Valaki írta, hogy bagos. Azt hiszem, Kolompár Demon Hill. De többi azt meg nem tudja, ez egy tudja még az összeset. De ez, ha nem fér be oda, akkor nagyon rácseszek, érted? Vagy mert, hát figyeljetek, meg kell próbálni. Nem? 2000 liter? Jó, megpróbálj. 70 ezer literes, max elindítjuk mindig. Megnézzük mindjárt. Figyelj, próba szerencse. Nagyon szívás, hogy
konkrétan nem tudsz üríteni többet, mint amennyi belefér magába a szállítószalagba. Mert ugye a szállítószalagnak is van egy ilyen minimál kapacitása. Hát ez, most imádkozzatok, hogy ez beférjen oda. Ki tudja nyitni a ponyváját. Ja, jó, az így nyílik. És a cső kirjebb legyen, mint. Érted? Mert akkor ez így működne. Figyeljetek, ezeket ki kell találni. Na ugye rengeteg ilyen tailink, vagy nem is tudom, tailings, vagy nem is tudom milyen neve pontosan, termelődik. És ezt nem kellene mindig folyamatosan szenvedni azzal, hogy áthordod. Hanem akkor így meg lehetne oldva az, hogy egy gombnyomásra ki tud üríteni az egészet. És igazából szerintem ezt csak itt tudjuk megvalósítani. Ugye? Így tudjuk hatékonyan megvalósítani. Mert én nem akarom hordani, nem akarok tolatgatni, nem akarok... Sőt, az még az is jó lenne, hogyha be lehet állni azzal mindig úgy, hogy előre, de nem lehet beállni se. Hanem csak tolatni kell mindig, tolatni, átmenni a másik oldalra, tolatni, átmenni a másik oldalra. És ez valahogy nekem nem nagyon fülik hozzá a fogam. Most imádkozzatok, hogy ez beférje. Ha nem fér be, akkor nagyon rácsesztő. De én egy kicsit félek tőle, hogy ez nem fog beférni oda, akkor tényleg nagyon rácsesztük. De ha befér, akkor viszont nagyon-nagyon jó vagyunk. Úgyhogy igen. Jó, hát ugye próbálnék pénzt keresni, amihez kellenek eszközök sajnos. Elég sok eszközt vettünk már, meg elég kezd elbúrjázani a dolog, majd át fogjuk nézni egyébként, hogy minden kell. Hát lenne a bányában is ugye például futószalagot használunk. Igen, futó. Én szerintem itt egyébként akkor meg fölöslegesé válik egy futószalag, talán. Majd mindjárt meglátjuk, gyerekek. Na, gyorsan ezt vigyük oda, azt megpróbálunk betolatni, remélem beír addig, ameddig, hogy ki tudunk bele üríteni. Ha ki tudunk bele üríteni, akkor ennek a csöve ki van nyírva, akkor ki is tudjuk üríteni. Rá a szállítószalag, nem futószalag, szállítószalagra. Mi az a futószalag? Mire beszélsz képen? Bond vagy? Pedig ez annyira jól működött volna, és látod, hogy nem. Nem egyszerűen tudod megvalósítani, akkor hülyeség. Egyszerűen nem tudod megvalósítani. Hogy tényleg csak annyit enged, beleengedni, amennyi épp a... Igen. Lehet a másik fut... De a másik szállítószalag meg annyi a lényege, hogy a földről szeri fel. Abban meg bele se tudsz engedni. Hanem az a földről szerint, a picire gondolok. Na gyerekek, ez férjen be, mert ha nem, akkor olyan szinten rácsesztünk, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Oda nézzük, az már egy híd, bazze. Hol lehet az a híd? Roppant kíváncsi vagyok. Most már tényleg, hogy az itt mi lesz itt te? Na, beférünk oda? Meg beér addig? Hát szerintem pont jó lesz. Egyébként figyeljetek meg, hogy mázlik lesz. Figyeljétek meg, hogy mázik. De ez a kikére innen kecmeregnő, mert akkor ez ide nem kell belőle. És látod, még mindig úgy érzik. Akkor ürítsed ki, vagy valami legyen veled már. Abba menjen ki. Nem mész ki? Na, menjen ki belőle. Igen, a szállítószalagban, ami belefér, annyit enged csak mindig. Sajnos mi nem vagyunk boldog tőle. Na, menjünk ki innen. Ez talán lehet, hogy erre nem is lesz szükség. Próbálok. Az a baj, ezt irányítani gyerekek. Ezt egy élmény. Nézd meg a hátsó kerekét. Na, most talán. Ilyen mini hátsó kereke van. Körülbelül olyan, mint egy ilyen... békának. Tudjátok mi az a béka? Húzzunk innen ki. Hát lehet, hogy nem fog beférni, bazze. Akkor nagyon rácsesztünk. Gyerekek, ilyen szállítószalag hegyek, hallod? Na, nézzük, hol van ez? Traktor ebújt mögöttem, basszus kulcs. Na gyerekek, most ugrik a mama jobb a vízbe. Hát ez nagyon... Nem fog beférni, megőrülök akkor. De akkor tényleg megőrülök, ha nem fog beférni. Mert figyelj már, Ferike már most rög meg mindenki, hogy ez nem fog beférni, hülye. Jó, van ezzel is odébb kell járnom. Hogy a túróba vagy? Ezek ide, itt ilyen fönforgások vannak. Na, induljunk meg. Jó, megint elbújt mögém a traktor. Egyébként lehet, hogy ezzel most megfogtam az Isten lábát, annak ellenére, hogy azért ez azért nem eléggé kockázatos manőver volt. Ugye? Juhúj!
De tényleg örülök azért, no? Mármint, hogyha sikerül, és pont be fog férni, beszartsz neki. És pont a csöve ki fog lógni, az még egy jó eset, mert ha nem, akkor baj van. De hogyha kilóg, éppen tudod tölteni úgy, hogy kilóg a csöve, akkor viszont nagy mázli van, úgyhogy folyamatosan nyomogatom az R-et, hogy meddig kell berúgni. Ugye, úgy. Még nem. Oké, jó, megtörtént. Mázling, baromi nagy mázling van, de ugye most... Ne, nincsen kint a cső! Baszdmeg. Jó, kijebb kell húzni. Álljon meg. Ah, ja. Töltést megszakítottuk egy kicsit. Jó van, megint ideje kell. Nem mondd, mert ezt úgy beszorítottam oda, hogy megőrülsz. Figyeljetek, egyszerű a képlet, nyitott csővel kell betolni, ugye? És akkor koppig. Ki kell nyitni a csövet, az koppig betolni. Basz, kinyitottam a belül a csövet, azt nem férte. Na figyelj. Ó, jó, oké, indítás. Jó. Meg, egyébként rohadt nagy mázling van, nem mondom nektek, hogy ez pont épp hogy befért. Na, akkor, amire szükségünk van, arra akkor kellene egy ilyen. De akkor mindenképp kell három, mert úgy majdnem ugyanolyan messziről tudod így elhúzni. Viszont most már biztos, hogy működni fog, egy kicsit túl lett bonyolítva, de működni fog legalább. Ugye, mert itt ezt be tudod ide alá, igen. Jó, és így folyamatosan tudod küldeni be. Ez most jó lesz, gyerekek, mert ugye most van kapacitás. Mindjárt megoldjuk. Beállunk ezzel ide. Valahova. Alája. Alá szolgálja, na. Nem jó? Mi a franc van? Nem jó? Aha, jó. Igazítsuk be. Igen, csak ugye most eltellett. Csinált a következő. Úristen! Úristen! Azért nem egyszerű az élet. Az a baj, hogy itt meg rá fogok cseszni, mert ez meg túlságosan hosszú. Nem mondod. Úgyhogy akkor ez valahogy máshogy kell megoldanom. Úr, gyerekek! Ez meg túlságosan hosszú, mert ugye, hogyha így bánik alá, akkor meg kell törni az egészet, nem, nem megőrülsz, megőrülsz. Ugye ehhez kell igazítani mindenképpen, hogy ez azért menjen így be. Úgyhogy a következőt, ezt úgy kell beállítanom, hogy a kettő közé, úgyhogy mind a kettő helyre stimmeljen. De várjál, ennek bejebb húzhatnám a csövét. Ugye, mindjárt jó lesz. Ugye összeszedem magam. De az amennyit tökölök vele, higgyetek el, meg fogja érni, mert akármikor így ki tudom, el tudom tüntetni a télinket. Így, jó. Oké, és akkor ezt meg be kell állítani. Nem egyszerű az élet, tényleg. Ez gyerekek, ezt most nem gondoljátok, hogy én nagyon sokat tökölök, meg úristen, hát lehet vele. És ezt be kéne lőni. Úgyhogy pont fölötte legyen a csuszka-muszka. Oké. Okay. Na. Jó. Okay, vagyunk szerintem, gyerekek. Tökéletes. És nézzük. Igen, tellik, de egyből megy is kifele belőle. Nézd meg, kifele megy.
csökken, de telik is. Folyamatosan, ja, most nem folyik, várjál. Mert már egyszer megtelett, de ugye, hogyha elkezdem tölteni, akkor megy is bele, meg jön is ki belőle. Jó, most tökéletes, gyerekek. Most tökéletes, most mehetünk a vonathoz. És hogyha elkezdem, több már 17 000 liter. Indítás. És most flottó fog működni, mert ahogy látod, ráné nyomok, 11 000 liter, 13 000 liter, úgyhogy itt akkor már tudjuk tölteni, jók vagyunk, nagyon jók vagyunk, gyerekek, működik a projekt, működik a projekt. Igaz, nem volt egyszerű, kellett hozzá az átrakó. Az átrakó kocsit nem tudod megcsinálni, mert egyszerűen akkor ugye nincsen kapacitás, nem tudod kinyerni belőle. Jó. Viszont így akkor mindig kell egy traktor, hogy itt ezt működtesse sajnos. Biztos? Nézzük meg. Hát az a baj, nem tudom elindítani amúgy, mert az a gond ugye, hogy most például ürül belőle, de így rá kell nyomni néha. Igen, egy traktor az kell. Akármilyen kicsit, hát figyeljetek, ez itt marad. Itt meg alatta szerintem el tudok közlekedni a géppel, úgyhogy jó vagyunk. Minden szuper. Nagyon jó. Jó. Büszke vagyok magunkra, jó megcsináltuk. Szuper. És akkor most már ugye be fog indulni a termelés. Na ugye azért nem termelődött az arany sajnos, mert fullon volt az a dolog. És látjátok, most meg megy kifele belőle, 65%-on van, csak lesz egy kis goldunk. A water megy bele, dirtöt majd kell felhoznom. De ugye itt megtalálható minden hozzá, ott van a pótkocsi, itt a kamion, ez itt akkor automata. Meg vagyunk. Az automata a vizellátás is mondhatni. Ezt meg itt ezerrel nyomja. Nagyon jó. Annyi, hogy itt ezt néha rá kell nézni, de ez igen. Most ezt nagyon elkapta, figyeld. Nézd oda! Megy bele, és megy ki belőle, és azért pontosan ugyanott áll mindig a számláló. Nézd! 69.994. És pörög, és megy lefele. 329, gyerekek, rengeteg, rengeteg. Viszont nézzük. Itt már van 19 ezer liter. És ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Imádom. Ezt már most imádom, gyerekek. Ez hatalmas nagy pénzeket tudunk ezzel szakítani. Örülök neki. Jó, nem volt egyszerű. De most már azok működőképes. Akkor ami itt van, az mindenképpen kell. Itt len van ugye a izaink. Itt is van nekünk ilyenünk. Igen. Ez is jól működik. Ezt ugye mondtátok, hogy rakjam ide alulra, csak akkor mindig odébb kéne járni vele, így meg akkor mondhatni automata. Még egyszer ránézek, hogyha eltávolodok, akkor is működik, ugye? Úgy látom, hogy igen. Nézzük, hogy a traktor, ha nem megáll, akkor... Igen, a traktor az... Néha rá kell nézni, mármint annyit kell csinálni, hogy kell nyomni. Be kell ugrani a traktorba, meg kell nyomni egy R-re. Úgyhogy ennyi az összes dolog, amivel néha kell foglalkoznod, meg ugye ugyanígy a víznél is. Tehát akkor a víz meg ez a tél akármicsoda, ennek a kinyerése ez full automatik. Full automatik. Csak annyi, hogy be kell hordani ugye az ércet. Annyi, hogy az ércet, a dörtöt be kell hordanod. Jó. És ugye ezt azért akartam megcsinálni mindenképpen, mert ugye pörgetünk mindjárt az időbe. Azért ugye, hogy beérjen a termés, mert ugye aratási szezonban. Igen. Igen, gyerekek, aratási van. És hogy aratási van, akkor ugye kombány kell nekünk, meg kell nekünk egy darab. Ugye gyerekek, nagyon nem egyszerű itt azért. Ezt viszont el kellene vinnem innen. És mondjuk nem is kell elvinni, hanem itt is hagyhatjuk. Ezt is ugye le tudom aratni már. Jó, hát akkor ez maradjon itt, ide állítjuk szépen. Jó, van itt nem feladat bőven, úgyhogy nem kell itt aggódni. Várjál már. Basszuk le. Meg ugye nekem, már annyi minden van, ez is például itt abszolút nem kell, bevisszük a telepre. Kicsit rendezzük össze a dolgokat, mert nagyon bonyítem már minden. Erre most egyelőre nincs szükség, ugye. Egyébként az a durva, hogy ezt a területet kétszer leküldtem vele, és nézzetek meg, tönkrement félig. Így látjátok? Ugye a csavarkulcsnál félig levet. Ezt a területet vettem meg. Akkor képzeljétek mekkor. Egyébként írtatok egy nagyon jó ötletet, hogy tudom eltüntetni a szőlőt. Csináljam azt, hogy felhúzom a területnek a szintjét,
olyan magasra, mint itt ez, és akkor eltűnik konkrétan, és ez közi, és ez tök jó ötlet, és ezt meg is fogom csinálni. Úgyhogy ezt itt mindenképpen ezt a szőlőst is ki fogom innen csapni, hogy a szőlőt akárhova tudsz ültetni, nekem most az a lényeg, hogy itt egy ilyen marha nagy területem legyen, úgyhogy ez így valahogy így fog megvalósulni. Né, jó, most látszok. Na, akkor ezt kilehosszuk a területről. Nézzük körül itt, mert itt aztán... itt van fogalmam sincs, hogy mi van. Esküszöm, mert itt személyesen itt be akarok nézni, hogy tényleg mi a szar van itt? Egyetem hol van a másik pótom? Mert volt egy nagy, még egy pótom, nem? Hol van a nagy pótak, ami ilyen pótom? A nyergesé? Mert nem volt nekem még egy nyerges pótom? Az hol a bánatos tyúkszarban van, gyerekek? Hát hallod? A garázsban nézzük már. Nem kettő ilyen pótom volt? Ez a nagy? Hát dehogy nem, ha hol van. Hol van ez? Há? Há? Hol? Most komolyan nem tudom, hol van. Na de várjátok, bele kéne pörgetni abban a nyomorult időbe, mert valami legyen ma velünk. Egy olyan helyen, ahol rálátunk. Igen, igen, igen. Figyeljetek, hát szerintem egy holnap reggelig pörgetünk, meg akkor az aranyjal is tudunk vele kezdeni valamit. És az úgy jó lesz, jó, pont eső lesz, nem baj, holnap reggelig pörgetünk, szerintem egyébként most úgy nagyjából minden oké, akkor elmegyek a bányához, ez mi? Mi abban daru? Elmegyek a bányához, aztán megnézzük itt ezt a dolgokat, hogy itt mi történik, gyerekek, hogy legyen benne víz, meg minden elvileg működő állapotban van, ugye? Termel? Ez vaj nem termel, vagy mi van? Álljál meg Rozi, bazzom, mi a szar van ezzel? Ez miért nem tervel? Ugye, mert fullon van a gold! Ah, bazz, előbb kell rakni a goldot, mert különben nem tudja hol rakni. Áh, testvérem, a goldra is figyelni kell, hogy ide. Vagy akkor nem tudja hol rakni. Ma már mindjárt működik minden. Oda nézzetek, a T-Links az hogy termelődik, úristen! Az nagyon brutál, gyerekek. Szerintem már jók is vagyunk, 16. A T-Inix az nagyon brutálul termelődik, az nagyon durva. Itt meg ugye már megint termelődött egy csomó gold, meg itt is van egy csomó gold, azt elviszünk. 4000 liter van egy olyanba. Itt mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Igen, ezt itt néha annyit kell. És megint van 450 ezer, hallod? Itt akkora pénzt fogunk ezzel szakítani, hogy ezt el nem tudod képzelni. Figyeld, 52 ezer. Azt tudom, hol rakni ezt a rengeteget. A gyerekek, itt akkora pénzt szakítunk vele. Ne! És pont nagy a kereslet ott! Nem mondod! Nem mondod! Pont nagy a kereslet rá. Milyen ikonja volt annak? Nem baj, ez azért ez megtalálni nem egyszerű. A kői volt az ikonja, ugye? A sima kői, igen. Sima kői, az. Ez volt az? Igen. Igen. 900-ba, de van izé, 3-ba veszik 1100-ba. Jó, az a lényeg, hogy van belőle körülbelül nekünk egy 800 ezer. Úgyhogy rengeteg pénzt tudunk azzal keresni. Meg még akkor van ugye, na jó, oké, kellene aratnunk szerintem. 16 óra, kicsit borús az idő, semmi gond. Kombány neki indítom, mert így nem lesz belőle semmi. De... meg akkor kellene hozni a kamiont. Mert az se valami fényes, hogyha... Igen, nem tudom, hol van a pótom. Hiányzik nekünk, gyerekek, egy pótkocsi. Az várja. Nem a izé, nem a... De, tudom, hogy hol van, woodchipsnek vittük el, most már tudja a keeper. És ugye akkor a következőben már az összeszántott vasúton túli területet is fogjuk művelni, tehát azt hozzá fogjuk természetesen már csapni. A meg még nagyobb földeket fogunk megművelni. Egyébként ugye ebben mondtátok, hogy ebben belehordhatom én nyugodtan a izét, a gabonát, és azt is fogom csinálni, hogy akkor nem arra, hanem akkor ide bele fogom instant ide hordani, ebbe a silóba, amiben szerintem be fog férni bőven az összes, és az nekünk teljesen tökéletesen jó lesz. Innen fogom indítani a kombányt aztán, hogy akkor menjen arra, jó? Úgy gyerekek, azért most már kezd egy kicsit ilyen eléggé elburjánzol itt a dolog.
Pia, elindítom itt, azt majd odébb rakjuk. Csak azt, hogy menjen már a művelet, menjen már. És ugye most nagyon sok le fog termelődni valószínűleg. Akkor annyit kellene csinálnom még, hogy most a kamionnal, ezzel a kamionnal el kellene mennem a pótér. És itt meg... nem tudom, hogy mi van. Meg nem tudom, hogy mi van, már mint hogy ez... erre rá kell nézni néha, mert különben az a vonat az soha az életben nem fog megtenni. De most képzeljétek, mennyivel jó így, hogy nem kell, látod? Igaz, hogy itt egy csokort tököltünk vele, de így meg nem kell izé hordanak. Hát ilyen 30 darab izével, pótkocsival hordhatnál. Úgyhogy az nagyon megéri, hogy nem. Várjál, nem erre van ez, hanem arra van. Mert közben nekiállt a kombájnunk, ezt a böszmen, hogy hatalmas epic területet, meg ugye még van egy csomó bánya, amit majd ki fogunk aknázni, az a lényeg, hogy az aranybányát beindítjuk olyan szinten, hogy szinte nem is kell vele foglalkozni, hanem ilyen automatizált dolgok vannak, egy-két gomnyomással meg tudjuk oldani. Az nekünk nagyon jó, csak szólja Babit meg, vannak problémák, mert nem várjál, hol ott van a pótunk, jó? De mondjuk alatta egy dolly, nem mondod, hogy alatta egy dolly, akkor viszont nagyon más kell azzal csinálnom, gyerekek. Azt a pótot, ezt vissza kell ugratnom, mert alatta van a dolly, vagy pedig a dollyt alóla kiugratjuk, jó? Srácok. Dollyt ki kell ugratnom valahol, mert bajos lesz. Várjál, hol van dolly, hol van dolly? Fogadjuk, nem tudsz rákattolni pont a dollyra. Nem, pont nem arra akar. De! Jaj, de jó. Nem tudom, nincs ebben boot chips, bazzek. Hát még az hiányzik. De egyébként könnyen meg lehet, hogy 100-on van már a combine. Itt is ugye le kell termelni ezt az erdőt még, úgyhogy itt lesz, hogy meló mind az állat. Jó, a wood chips ott van, gyerekek. A wood chipset be tudom rakni ezébe? A silóba? Mit gondoltok arról? Az jó lenne, mert igazából most annyira nem akarok wood chipset eladni. Ezt meg soha, ezt meg nem találom el soha, hogy hol van ez a vontatási pont. A nyerek szerkezetnél. Jó, amben ide, hát figyelj, hallott, tudod mit kell ezzel csinálni? Valahogy le kell önteni, vagy nem tudom. Várj, mondjuk itt van, ide kell elvinnem, akkor eladom gyorsan, tök mindegy mennyiért, az a lényeg, hogy minél hamarabb szerveruljunk meg tőle. Ide mindjárt adja a Keeper a wood chipset, aztán akkor jó lesz. Akármennyi is pénz is, legalább eltűnik ebből a kotlából. Na igen, jó, tudom, hogy sokat eltököltünk egyébként az aranybányának az automatizálásával, de azért nem olyan rossz ez szerintem, gyerekek. Mennyi pénzt kapunk ezért? Hát valószínűleg nem fogunk megváltani a világot ezzel, de legalább tényleg eltűnik innen. Jó, hát ez nem volt sok. 4500 gyerekek. Hát wood chipset nem érdemes csinálni. Nagyon megváltozott egyébként ez a farming szimulátor, nem is tudom, talán 19 óta változott meg leginkább ugye, hogy a wood chips nem ér sokat. Mármint a 17-ben, 15-ben ilyen iszonyat gazdagságot tudtál csinálni. Az erdészetben már nem. Az nem működik. Na gyerekek, Huna Combine. Ürítsük le és akkor beordjuk oda. Jó. Jó, hamar learatjál, nincs semmi gond vele, közben meg akkor a téniszre ránézzük, mert akkor azt meg eladnám, és akkor egy milliót betervelnék instant. Vissza kéne térni egy olyan 10 millió fölé, azért azt tudnám értékelni. Tudom, hogy egyébként nagyon sok pénzt elcseszünk, de ugye, hát figyelj. Megy a buliám itt ezzel. Ahogy gyerekek hallod, ezt soha büdös életben nem fogjuk ezt letermelni innen. Mert meg ugye folyamatosan termelődik majd. Jó, 53%-on van, akkor nem erőlködök szerintem, ugye, tudod mit, megnézem, hogy a szójababból a mennyi van, mert igazából szójababból nekem 24 ezer literem, és ugye 1,6 millió litert be tudok termelni oda. Valószínűleg az enyémben van még 26 ezer liter, azzal nem foglalkozunk. Nem hozom át ide, meg kell nézni egyébként eladásokon, nem véletlenül van vasúti gabonasiló itt. Valószínűleg van olyan eladási hely, ami vonattal el tudod vinni, és az ugye, amikor már iszonyat nagy tételben dolgozol, akkor azért jó dolog, mivel nem kell 200-at fordulni, érted? Most erről a földről itt tök jó, konkrétan a közepén lesz nekünk egy ilyen helyünk, és ez tök jó lesz. És szerintem át is fogom hozni az én csilomból, mert lehet, hogy abban van, csak nem biztos egyébként, lehet, hogy ide hoztam be, nem? Na mindegy, vonattal érdemes eladni ezeket a dolgokat, mert nagyon sok időt spórolsz. Egyébként nem preferáltam ezt, hogy én itt ilyen vonattal akarok dolgozni, de látom, hogy ez nem lesz hülyeség. Úristen, ezt még hozzászántjuk, gyerek. Figyelj, nem látszál a túloldalára ennek a földnek. Ez brutális.
amit én itt megpróbálok valósítani. Viszont kellene hoznom nekem egy-két közben valamit csinálni. Néha ránézünk arra a tailingsre, nem tudom, hogy jól mondom, mert valószínűleg nem. Hát bocsánat, srácok, de valószínűleg kéne egy eke is. Jó, ránézek a bányánkra. Egy pillantás. Ez most miben vagyok? Na miben vagy, miben vagyok? Ó, gyerekek! Ez nagyon durva. De jó, mert ilyenkor kapásból a vonatokra. 75 ezer liter kapásból. Figyelj, ilyenkor a következő kocsiba odaállok, akkor azt tudom azt csinálni, hogy abba is rakni, meg mindbe. Mennyi van? 120 ezer liter fér egybe, gyerekek. Hallod? Ez durva. Állj meg! Állj meg! Nem áll meg, basszus. Nagyon nehéz, nehezen így használható. Aha, így jól van. Megy a következőbe. Tök jó. És akkor ilyenkor ma meg is... Aha, nagyon jó lesz. Gyerekek! Hát vonattal kell ezt hordani, hát meddig tartana még ízeivel kamionnal. Meg igazából, ha még nem is olyan sokáig tart, akkor is így meg nem tart sem eddig. Addig tudsz más csinálni. Jó, akkor jók vagyunk. Most azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szántást meg kéne csinálnom, ha már egyszer, nem? Lemegyünk a Big Buddy-ért. Valahol itt kell lennie. Tudom, hogy nem ez az, de itt van mellettünk, csak lehet, hogy valamit blokkolja. Hol van? Itt van. Itt kéne lennie neki. Aha, itt van, itt az eken is rajta van. Jó, küldtetek egyébként egy ilyen tök jó, ilyen ekeszerű módot, amivel ugye lehet működtetni a de meghagyom ezt, nem egy olyan nagyon bonyolult lesz ezt összeszántani, azért kibírható. Jó, vigyük is, vihetjük. Let's go! Nagyon nagyok a helyek. Egyébként mindig meglepődök, hogy ugye például Big Buddy-tal itt simán megfordulok, mert az ember arra gondol, hogy nem tudsz megfordulni, mert olyan... Mi a szóval? Nem nagyon rángatta. De olyan hatalmas ez a gép, de aztán rájössz, hogy hatalmas a gép, de hatalmas a terület is. Jó, kimegyünk, azt összeszántunk ám, srácok. 52%-on van, körülbelül oda fog elérni a végéig. Jó, majd megindulunk. 150-en megy a kamion, úgyhogy nem lesz vele annyira nagy probléma. Jó, gyerekek. Igen, azt a szőlőst az valószínűleg eltüntetném szívesen. Remélem, csak attól félek egyébként, hogy bebogolunk vele. Hogy nehogy valami objekteknek érzékelje azokat a szőlőtőkiket, de szerintem az csak ilyen design elem, tudod, hogy oda tudod vetni. Mert a vetőgéppel tudsz szőlőt vetni, itt még annyira nincsen kifinomult ilyen szőlő ültetési rendszer. Szóval nem úgy kell elképzelni, hogy tényleg azok a szőlő... Tudom én, azok a növények, azok így rendesen működnek, az csak egy ilyen design elem. Gyerekek, nem tudjuk olyan gyorsan húzni a idejét a lekét, mint ahogy megy az a combine. Oda nézzük. Brutális ez a combine, nagyon imádom. Tök jó. Na, elmegyünk arra, aztán valami lesz. Egyébként van hangja a gépeknek, ám csak olyan távolra viszem el a kamerát, hogy az nem hallatszik. Big Bot! Egyébként ez a Big Bot, ez mi? Ez nem Bud Spencerre akar utalni, vagy mire akar utalni? Nem tudom. Egyébként lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget mondtam biztos, de így full lenne, hogyha arra akarna utalni. Egyébként itt is van egy nagy zöld terület, figyelj el! Jaj, körbevesz minden itten szandva! Kívül nem bírik, még jó, hogy vannak folyók, hallod? Mert az lenne, hogy mindent is beszántok. Na, el kéne indulni a kamionnal, mert itt lesznek bajok, gyerekek. Mert 80%-on van már a combine. Ott van lenne az búdózerünk. A búdózert ezt fogjuk használni, erdőkitermelés rész fog lenni természetesen. Ahogy mondtam, hogy azt a nagyot megpróbáljuk elhúzni egybe, kivogdosom és sorba rakom, aztán Budának kötünk mindent, aztán viszük. Magtára megtelt. Jó, megyek. 150-nel, baze! Onda nézzétek, jó.
Meg az a nagyon jó ebben a kombájnom, hogy iszonyat gyorsan őrít, ugye? Ugye? Kilöki be az a izai alatt 2 perc alatt. 2 perc alatt? 10 másodperc alatt. Nem, 5 másodperc alatt, várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, már régen kilökte, csak ugye még... Ó, nagyon király. Várjál, megnézem, hogy van-e itt a sílóban nála. Aztán, hogyha van, akkor elviszem azt is. Be oda. Ha már ott van oda nagy, akkor használjuk, nem? Gyerekek. De szerintem itt nincs, ugye? Hanem a másikba vittem be, csak aztán mit... De miért nem vittem volna azt? Nem értem. Hogyne van itt te? Ezt akkor beleküldöm még ide, aztán elviszem oda, akkor tudom, hogy ott van az összes. Ne külön legyenek. Jó, szurész, ez mi gyerekek? Ne haragudjatok érte, nagyon élem most, megint. Most bocs tényleg, hogy kicsit kihagyás volt. Jaj, már megint a fű fölnőtt, hallod? Be kéne hordani. Itt megint problémák lesznek. Fordul a izé, kombány ilyenkor lassan telik. Ezért néztem, hogy miért csak 9%-on van. Jó, ne visszük oda. Gyerekek, rengeteg lesz szám, mert ugye lelet permetezve nem is nyomos. Úgyhogy nagyon sok... nagyon sok szója le fog jönni. Nagyon sok pénzt fogunk keresni, inkább mondjuk úgy. Ugye a bányából, meg a... izéből, meg ebből az aratásból nagyon sok pénzbe fog jönni, és tök jó, hogy most egy kicsit ilyen mezőgazdaságra is rávegyünk, és nem csak az állattenyésztésre, természetesen azzal is fogunk foglalkozni, csak most akkor már legyen egy ilyen hatalmas területekbe állat növénytermesztés is, mezőgazdaság. Egy kicsit megmondom őszintén, jaj, ez a fa, hallod, ezek a fák, ezek olyan ízeik, kipörszirotják. Na, és még nem tudunk elindulni. Mi a franc volt ez? Gyerekek. Jó, értelmesen is fordulnék, akkor nem lenne ilyen probléma, nem gyerekek? Kipör úgy megy, mint a veszes 150-nál, akkor bevernék anyarokat. Figyeljetek, jó, hogy nem úgy állok, hogy a cső tudom is tölteni, meg még ráadásul üritem is közben, mi? Ez úgy vicces lenne. Jó, ezért ránézek én közben, mert itt érdekel engem, hogy itt mi a szituáció. Ah, pont jó, mert 1%-on volt, figyelted? És akkor most már megint tellik. Jó. Mindjárt megnézzük akkor. Ezt? Azt a betyár, hallod mennyi van itt? 65 ezer már megint? Azokban már csak kocsikban tudok rakni. Hallod, ezt minden adom megőrzsz. Jó, mehet még egy elodébb. Fullon lesz a vonat, gyerekek, ennek olyan súlya lesz, hallod? Leszakad a map. Csép csak egy kicsit, és satú másatút nyomhatsz. Kétsz... Az most ki... Az... Mennyi volt az? Ez 27 ezer csak, ugye? Mondd azt, hogy annyi volt csak. 27 ezer, jó van. Oké, gyerek, termeljük mind az állat, hallod? És most... Azt csináltam, hogy elindítottam, és folyamatosan folyik bele, figyeled? Te jó nézata! Folyamatosan átfolyik onnan, oda, oda, onnan. Tök jó, mert úgy folyik át, az a durva, figyeld, hogy ez ilyen full automatizáltra sikeredett. Most így, mert ugye az aranymosomból átfolyik oda föl a toronyba, a toronyból átfolyik bele az átrakókocsiba, onnan az első, második és a harmadik szállítószalagba, onnan bele ide, és a szállítószalagrendszerből folyik egyből a vonatba. Jó, de nagyon örülök itt. Ez mi? Limestone. Oké. Mit akartam csinálni? Tudom, már várjál. Szerintem már megint mehetek kamionnal. 44%, jó van, az annyira még nem sürgős, de azért elmozdulunk innen egy kicsit. A szántunk gyerekek, mert az viszont kellene. Meg az aranyat is el kéne adni. Jaj, gyerekek. Jaj, gyerekek. Következő részben ilyen szerintem ilyen jó pár millió be fog ugrani a zsányba. És végre nem csak a tojásavadásba, ugye? Azért nem csak az legyen, hogy más se csinálok, mint tojást adok el. Az egy kicsit olyan kétes érzéseket keltett bennem. Hogy tényleg más se foglalkozunk csak azzal. Na, induljunk megfele. Az a baj, hogy azért nem kéne leszántanom a izét.
Úgyhogy itt hagyunk egy kis csikot. Nem kéne leszántanom a... A szójababomat. Úgyhogy ez akkor induli. De mi van? Nem rakod le? Ja. Úgyhogy itt megindulok. Aztán jóra-vissza megszántjuk szépen. Elég széleset tudunk ezzel húzni. Közben kombányra figyelünk, másra nagyon nem is kell most. Ja, srácok, nem tudom egyébként milyen hosszú ez a videó, de lehet, hogy nagyon epik hosszú. De legalább visszazökkenünk, jó? Ez lesz egy ilyen hosszú rész, aztán akkor tényleg nem az, hogy ilyen összecsapott az egész. Tök jó, van rajta egy ízlelje, még egy villogó is. Be tudom kapcsolni, ezt külön? Be! Bassza! Álljál meg egy szóra, ezt 11-et tudjuk húzni, tényleg? Ez nem nagyon rángatja az istrángot, mi? Ennyi erővel akkor a bulldozerrel is húzhatnám. Kettőt összekapcsolni, gyerekek. Mi az? Tudjátok, van az a széles akármicsoda, azzal összekapcsolni kettőt. Ezt úgy szántani. Ez úgy elég izgi lenne, nem? Meg kéne próbálnunk. Van egy olyan érzésem. Mit szólnátok hozzá? Hogy a szánt. Csak mondjuk ez ekkorát most nem annyira érdemes megcsinálni, mert azért nem olyan nagyot kell szántani. Viszont azért kipróbálnám. Amikor szántjuk majd azt a nagy erdős részt, amikor már kipucoltuk, azt kéne a bulldozerre fölkapcsolni kettő ilyen nagyekét. Azzal a... összekapcsoló szélesítős cuccal. Azért úgy az izgi lenne. Szerintem el tudná húzni, figyeljétek, biztos vagyok benne. Jó, az meg 77%-a már olyan ködben nem látok el kettőig. Jó, és kocok, nem lesz az itt olyan rossz. Jó lesz ám, ez jó lesz. Hát egy kicsit be fogunk fordulni jobbra, balra. Mert úgyis ott még, itt is ugye el lesz szánva itt minden. Ezt itt a tököle is. Ja, így. 81%, úgyhogy indulhat a menet. Nem tudom, hol van a jármű. 90%. Úgy francok. Brutál. Most tök jó, mert ilyen nagyon szertágazó a projekt. És tényleg hülyeség az, hogy több kombájnnal aratsz. Nem inkább az tök érdekes, hogy egy kombájn, és közben tudsz mást is csinálni. Akkor lassítok, amikor fordulok, mert csak baj van be. 96%. Jó, 97%. Gyorsan csövet. 98%. Na ez ki volt számolva. 99%-on kezdtünk el üríteni. Jó, már megyek is el innen. Nem zavarkolódok. Jó, itt hadd tegye a dolgát, ránézzünk a traktorra. Még van 230 ezer liter. Ránézzünk a vonatra. Meg így van 3000 liter ittben. A harmadik ilyen szart töltjük, meg 300 000 liter már van a vonaton, gyerekek. Ez elég epik. Ránézzünk erre. Jó. És akkor húzunk visszafele. Hát, elég brutális lesz, meg elég érdekes lesz az, hogy tudom, hogy a sineken fogunk termeszteni gabonát. De ha why? Miért ne? Why not? Jó, csak ott engedem le, hogy ott már nem akarok beleszántani csúnya helyeken. Ennyi. Jó, van srácok. Csapjuk neki. Oda-vissza lehúzkodjuk. Igazából nem olyan túl sokat kell már, hogyha megfigyeled.
Talán kettőször. De jó, még el is megy egybe. Jaj, de jó, nem kell kétszer húznom, de jó. Oda nézzetek, a síneket beszántjuk, gyerekek. Remélem, hogy a vetőgéptől egy kicsit félek, hogy a talpfák beelakad, szerintem más nem. Mármint így a permetező az biztos nem jó, jó van, oké, ott ezt meg el kell szántanom. A permetező biztos nem, a kombány szerintem nem. Egyedül a vetőgéptől félek, hogy elakadhat. Remélem, hogy nem fog. Jó, egy kicsit inkább jobbra megyek, mert hogyha mind a két oldalon lesz csík, akkor még nagyobban megszívom. Mert ilyen hiba. Jó, még nagyobb föld, egyébként előbb-utóbb mindenképp az, hogy több kombány fogok venni, azért ne egy millió évig tartson itt nekem, hogy learatom az egészet. De egyelőre még tudok más csinálni, meg amúgy is tudok más csinálni közben, nem? Mi a francnak sok kombány? Az egy vonat hangot hallottam, hogy dudált. Esküszöm. Hogy ez csak ilyen izé? Minek nevezik? Már egy gyorsan végigfutok rajta, nehogy nekem itt megindult a vonat. Nem, ez egyáltalán nincs megindulva, nem tudom mit izé. Miért van ez? Miért volt ez a vonat hang? Jó, kombány 20%-on. De frankó. Itt is elmegyünk balra. És akkor arra meg szántunk tovább szépen a kösbe majd. Úgy. Úgy, egész szerencsésen sikerült fordulni. Nem tudom, az eke elakad-e. Fogalmam sincs. Szerintem, figyeljetek, az eke nem akar, akkor semmi nem fog elakadni. Nem? Ugye eddig a bulldozerrel csináltam itt. Jó, nagyon jó. Éli nagyon a keeper. 14 kilométerre megyünk. A combine is nem telik a... Nem telik az a szar. Mi van a combine a gyerekek? Azt írja, hogy 14 kilométerre megy. Hol van a combine-unk? Hát telik az. 24%? Miért 24%? Mindig. De ez tolat, bazd meg. Sejtettem, mondom, ez biztos tolat. Jó, följebbre, akkor gondoltam, hogy tolat, mondom, 24-jel megy, és nem telik a magtár. Akkor valami baj van. Ugye fölrakom, aztán elmegy arra. 5,9 millió, szerintem a következő részben legkésőbb föl fogunk menni egy olyan, mennyire? Egy olyan 7 millióra, 8 millióra biztos. 8 millió, arra biztos. Vagy többre. Jó, adjál neki Sanyi. Jó, én még egy kicsit szántogatok. Na, azért valamit haladjunk. Nem olyan túl sokat kellem, mert tényleg nem sokat. Ugye itt lesz összehúzva. Eléggé furcsa egyébként ez az összekötési rendszer. Ugye? Hát nem egyszerű az élet azért itt. Meg kell húznom, inkább azt csinálom, hogy meghúzom itt fölfele. Így megpróbálja a keeper. Aztán, hogyha marad, akkor meg középen elhúzzuk. Így né. Ezzel a földre legyen összeszántva. Ugye ott azért nem szántottam teljesen ott, hogy még amit le kell aratnom, az akkor ne szántsam ki. Azt majd utoljára el fogunk ott húzni, aztán jó lesz. Ja, hát középen úgy látom, hogy sinem mindenképpen kell jönnöm még egyszer. De egyébként ez brutális, hatalmas nagy föld lesz így. Meg még ott az erdős rész is. Figyeljetek, egy kettő kombány szerintem egyébként ezekből a nagyokból elég lesz, kiszolgálni is elég lesz akkor. Úgyhogy ez tök jó lesz, tök jó fog működni. Kettő kombány. Ekkora hatalmas föld, szólja meg, amit akarunk. Egyébként lehet, hogy azt kellene csinálni, hogyha majd mielőtt nekiállunk komolyabban szarvasmarhának, akkor valami extrém sok, mondjuk szalmát, mondjuk egyszer vetünk búzát, és akkor extrém sok szalmánk lesz, és akkor egy jó darabig nem kell, mert itt ezen aztán lenne bőven szalma, gyerekek. Ha? Ja. Viszont azt is meg lehetne csinálni, meg kell nézni ezeket a vonat, ugye az vasúti gabonasilókat,
hogy ezeket tudom-e használni arra, hogy én transportálok egyik helyről a másikra. Tehát, hogy úgy főzni fel az én infrastruktúrámat, hogy itt, ha mondjuk betöltök valamit, akkor másik helyen, ahol mondjuk lennének az állatok, akkor érdemes oda telepíteni, hogy ott meg ki tudnám menni belőle. Tehát akkor saját állataimnak én vonaton, vasúton tudnék takarmányt szállítani, ami sokkal hatékonyabb és sokkal gyorsabb. Ez is egy jó megoldás lenne szerintem. Na itt elhúzunk erre, és akkor már meg is van ez a dolog, úgy látom. Pont nem sikerült, de jó. Nagyszerű. Jó, szerintem lehet meg is fordulok. Megint ott is egy csücsköt hagy. Jó, hát majd azokat meg kell csinálni akkor. Visszafordulok, és akkor össze van szárva a két terület. Annyi, hogy még... Majd azért lesz egy-két dolog. Hát ez így nem lesz jó, ez valahogy... Valahogy így kéne. A baj, hogy ha nem húzza le egyszer, akkor megőrülök. De figyeljetek, az ege nem akad el a talfákba, akkor semmi, nem? Az a baj, hogy itt kell mennem, úgyhogy... Pont nem tudom lehúzni, ez a legidegesítőbb egyébként. Akkor legalább hagyna meg ilyen 3 méter, mint hogy egy felet. Nem? Jó, aztán annyira nem nagy probléma. Na, igen, ez egy kicsit durva megoldás. Tehát... Tényleg valamiért, ne 72%-on van, mindjárt indulhatok. Eszméletlen sok izegabona lesz most itt. És már megint nézd meg, érted? Pont... És pont nem hiszed el, hogy pont nem tudja lehúzni. Most akkor jó van, akkor elmegyek arra inkább. Mindenképp el kell jönnöd rám, érted? 3 darab izeért majd. Ilyen csekmetér. Hát igen, azért lehet, hogy az eke az így... Nézd meg, így emelkedik. Tik, 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 tik. Le se húzza, mert fölemelte az eke az ekét a vasút. Le se húzta. 77%. Na, gyorsan végigérek, aztán akkor ide. Jó, ennyivel is bejebb vagyok, gyerekek, úgyhogy... Igaz, hogy most nem sokat szántottunk, de ugye azért legalább haladunk. Ezt a sarkot kell megcsinálnom egyébként, hogy meg ott az utat ugye, amelyik ott megy, meg ott az utat, és akkor tök meg is vagyunk el ezzel. És akkor most már mindenképpen úgy fogom már elvetni a következőben, hogy ez is legyen belevetve. Jó, 83%, ugye gyorsan. Oké. Kamion kell nekem, kamion. Nem az a kamion. Ez, indulás. Mondjuk pont jó helyen vagyunk. Ebbe pont bele fog férni ugye az a mennyiség. Megnézzük eddig mennyit gyűjtöttünk össze, meg megnézzük kb. Mekkora földet arattunk le is, hogy kb. Mennyi pénz bekerül. 1000 literje, és akkor ki tudjuk számolni, hogy ezen a földön mennyi pénz fog termelődni. Hát a következő részben már mindenképpen ugye. Ugye ezt beviszem, és akkor csinálunk egy ilyen gyors számolást. 25, 10, 9, jó, oké. Okay. 10%-on maradt. A kamion egyébként tepik jó. Ez azért el lehet úgy küzdködni. Küzdeni. Mindjárt gyerekek, lassan próbálom megközelíteni az objektet, az objektumot. Oké, közben ránézek a izére, a bányára, amíg ürítünk. Hoppá. Valami probléma volt itt. Nem volt megtöltve, ne viccelj. Mennyi van még? Hány liter van benne? 187.000 liter, mindjárt ezt is kiszámoljuk, akkor ez kb. Mennyi lesz összesen vasút. Ebben van 90.000 liter, akkor körülbelül összesen ugye 300.000 liter, mert van nekünk itt 350, akkor összesen olyan 700.000, 650-700.000 liternyi cucc, abban nem lehet már rakni, jaj de kár. Nem mondod, figyeld, abban már nem tudok rakni. Jó, akkor ezt elvisszük eladni, mert ugye már nem fér bele. Az már más jellegű
kocsit. De bazzasz, biztos, hogy nem tudok rá belerakni. Állj. Egyes, kettes, hármas, és nem lehet ennek kinyitni, vagy valami. F1. Mondjam az zárása. Ennek kinyitottam. Lehet, hogy lehet belerakni. Jó, de jó lenne. Ez víztöltés megkezdése. Mit lehet itt tölteni, bazza? Semmit. Itt is valamit lehet tölteni. Úristen. Nem is láttam. Na, mi arra? Megpróbáljuk. A negyedik kocsiba, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, lehet, hogy belen tudjuk abba. Mert elvileg most kinyitottam a ponyváját. Lehet, hogy nem volt jó. Hopp. De nem. Hiába nyomok erre. De. Nem mondod. Abba is lehet rakni, jaj! Turva dolgok vannak itt, gyerekek. Nyugodjál meg, Keeper, ugye? És akkor itt mi történik? Meg kéne nézni, hogy mennyi van a szójababból. Szójababból van jelenleg 166 ezer liter, nézzük meg kb. Mennyed része az. Növekedési stádium. Hát ez még mindig hátra van, ez körülbelül egy harmadát, hogyha learadtuk, szerintem. Úgyhogy kijön ebből, biztos vagyok benne, hogy ilyen fél millió liter. Fél millió liter, és nézzük meg az árát, mennyi a szójababnak a legjobb ár. Hát közel 3000, úgyhogy akkor fél millió literbe körülbelül kér olyan 1,3 millió, plusz még a tailingsből, abból is kijön egy 700 ezer. Úgyhogy akkor, ja, úgyhogy 2 millió a következő részben be fog ugrani a zsákba, minimum. Úgyhogy az már jó, az már jó. Az már jó, hogy ilyen instant azért annyit össze tudunk. Meg itt van, ami van még nekünk. Itt is van ezenk egyébként. Jó, jó gyerekek. Tökélem. Jó. Minden szuper. Itt még van nekünk 100 ezer literünk. Pót, izéhoz meg tellék a vonatocska. Nem ez a vonatocska, ez a vonatocska. Már van fél millió liternyi. Te Jézus Isten. Összesen eddig már a negyedik kocsit töltjük, és még az ötödik is meg fog telleni. Hallod? Odébb is kell állnom mindjárt. Ez brutál. Ide mit, várjátok, itt gyors lefutok, itt megnézem. Ez mit termel? Mit is tudod tölteni? Hát ezt nem is láttam, hogy itt is tudod tölteni a vonatot. Ez dupla. Mi az? Ide mi van itt? Cement. Ó. Lime. És ez mit gyárt? Oké, hogy cementet meg lime-ot tudok behordani. Nem tudom, hogy mit. Limestone vagy már nem tudom, mit lehet itt akkor. De viszont tök jó. Viszont egy állat. Nagyon jó. Jó. És akkor mehet a következőbe is. És ki kell nyitni a következőt. N. Baze. Ez, a gyerekek, ez olyan nehéz lett, hogy így... Miért nulla? Miért nulla? Mi az, hogy nulla? Mi az, hogy nulla? Mi az, hogy nulla? Valami nem stimmel, gyerekek. Valami megállt a folyamat. Vagy mi? Miért állt meg a folyamat? Miért állt meg a folyamat? Hoppá, nem ebbe, azért nem ebbe akartam beleülni, hát. Miért állt meg a folyamat? Gyerekek, most nem, valamit nem értek. Mi a szarért állt meg a folyamat? És mi? Hát, ahogyan mozdult ez odébb? És meg állíts vissza, ez egy akkor egy hülyeség.
Ó, hát fordulj arra, amerre akarom, bazd, megőrülök. Na, most megszorult ide. Hát de... Hogy a francból állt meg a folyamatunk? Na. Hát mi a szar volt az gyerekek? Hát nem tudom, hogy ez miért állt meg. Én nem löktem odébe, sem, nem mentem odébe, vagy odébe. Ma megint mi van? Mit akarod? Mit akarozik? Ne akarozzol! Van itt még 88 ezer liter. Na, jó van gyerekek, szerintem elbúcsúzom, mert extrém hosszú rész lett. Hát a következő részben szerintem egy ilyen 2 milliót be fogjuk húzni a zsákba, én úgy érzem, úgyhogy ez tök jó lesz nekünk. Itt meg ugye már megint megtellett. Jó, igen, van bőve mit dolgozni. Várlak benneteket a következő részben, tényleg nem szaporítom tovább a szót. Sziasztok!